Áldás, békesség, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2019-es diáknapon, és először is fogadjátok kérlek sok szeretettel Mihalina László lelkészelnök urunk igei köszöntőjét. Szeretettel köszöntelek benneteket. Zsoltárok könyvéből hoztam a 118. rész 24. versét a mai napon igei köszöntésként. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ezért hajtsunk fejet, csendesedjünk el, és imádkozzunk a nap áldásaiért. Urunk Istenünk, Atyánk, áldunk téged ezért a csodálatos napért. Köszönjük a jó időjárást, köszönjük ezt a szép napot. Arra kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket ezen a napon. Köszönjük és hálásak vagyunk azért, hogy nem kell tanulni a mai napon, hanem a közösségben együtt lehetünk főzőcskézéssel, játékokkal, sporttal. Arra kérünk, Istenünk, te óvd meg bennünket, őrizd bennünket, minden egyes tevékenységünkben te vigyázz ránk, oltalmazó atyai kezed legyen rajtunk végig ezen a napon. Így imádkozunk hozzád, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. És az Úr áldását kérem rátok, hogy ő őrizzen meg ezen a napon benneteket, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Köszönjük szépen lelkészelnök urunk igei köszöntőjét, most pedig fogadjátok sok szeretettel Égerné Tamás Anna Mária főigazgató asszonyunk megnyitó gondolatait. Áldás békességet! Elérkezett az a nap, amit azt gondolom, hogy a tanévben a legjobban szoktatok várni. Van akinek az első, van akinek az utolsó. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal együtt vagyunk, és annak is nagyon örülök, ahogyan lelkészelnök úr említette, hogy mennyire nagyon jó időt kaptunk erre a mai napra. Kívánok mindannyiótoknak nagyon jó szórakozást, érezzétek jól magatokat, finom falatokat, aztán hajrá a versenyekre, és délután pedig találkozunk ugyanebben a közösségben, ahol majd megtapsolhatjuk azokat, akik a legjobb eredményeket érték el. De még most is van kinek tapsolni, hiszen volt egy rajzpályázat a Madarak és Fák napja kapcsán, aminek szeretném az eredményét kihirdetni, és azt kérem, hogy aki hallja a nevét, az jöjjön ide, és vegye át a nyereményét. Szia, Anna Mária tanárnő segít nekem ebben. Három kategóriánk volt. Ez az első. Az első kategóriának a harmadik helyezettje Juhász Luca. Itt vagy-e, Luca? A második helyezett Arany Botond. És az első helyezett Mester Zalán. Következő kategória harmadik helyezését megkapta Soltész Gabriella. Második helyezett ebben a kategóriában Arany Hunor. Huni, itt vagy-e? Gyere gyorsan! És első helyezést ért el Gátfalvi Flóra. És a következő, egyben utolsó kategória, harmadik helyezését megkapta Gyarmati Amrita. Második helyezett
Rácz Bettina Kira. Hát nem te vagy Kira, de azért átadjuk. Első helyezést ért el Kírják Fanni. És a rajzpályázatnak van egy külön díja, ő pedig Szőlősi Panna. Köszönjük szépen az elkészített rajzokat, majd Anna néni ki fogja rakni, és akkor meg lehet őket tekinteni, és akkor még egyszer nagyon jó szórakozást kívánok nektek a mai naphoz. Most pedig következzen a Mezőtúri Református Kollégium akrobatikus rock'n'roll csapata. A hamarosan bemutatkozó csoport néhány hónappal ezelőtt alakult vegyes korosztályban. A lelkes kis társaság heti egy alkalommal tanul akrobatikát, táncos elemeket, helyes testtartást, ritmikát és persze az akrobatikus rock'n'roll alaplépéseit. A műfaj nem könnyű, hiszen a táncos elemek keverednek az akrobatikával, ami bár nagyon látványos, de rendkívül nehéz gyakorlatsorokból áll. Amennyiben a csoport lelkesedése és szorgalma töretlen marad, rendszeresen láthatjátok majd őket városi és iskolai rendezvényeken is. Valamint a következő évtől nagyon sok szeretettel várják az új jelentkezőket. A most színpadra lépő gyerekeknek ez az első bemutatója, még a felépő ruháik sem készültek el és nagyon izgulnak, de fogadjátok őket sok szeretettel. Felkészítőjük Szabó Lászlóné Marika néni.
Nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon ügyesek voltatok, és szeretnénk még titeket nagyon sokszor látni. Ezennel pedig megkezdődik a 2019-es diáknap, és mindenki érezze nagyon-nagyon jól magát. Come away with me, come, let's go away to be on a new adventure for two. We can fly across the ocean or take a train together. I don't care as long as it's beside you. Take a road trip in a car, we'll get lost and go too far. While on the beaches we will watch the sunrise. And if we're done, there's all to do. I'll just sit and stare into your loving face, graced with those beautiful eyes. I have fallen madly in love. Időben fogunk hozzá főzni, miután megvan a bográcsárpa. A diáknak mindig is érdekes izgalmakat hozott a diákok, illetve a tanárok részére egyaránt. Ugye és a titkok, a saját magunk örömeinek a fölfedezése, a közösségben való megtalálásunk értéke fémjelezte mindig ezeket a találkozókat. Így van ez most is, úgy látszik, közel 70 diák nevezett be ebbe a plenár rajzba, én úgy hívom ezt, mert ugye megszokták azt, hogy általában a fehér papíron történnek a műveletek. Így most az aszfalt maga szürkeségével egy érdekes felületet és egy színvilágot is kínál, egy-egy szűk négyzetméteres felületen, színes krétával, saját maguk által meghatározható témakört dolgoznak fel a diákok. Ötödikesektől 11-esekig elég sok korosztály képviselteti magát. Vannak olyan kérések, vagy voltak olyan kérések is, hogy ketten, hárman egy-egy csoportos kompozíciót oldhassanak meg, és hát ennek természetesen eleget tettünk, mint ahogy annak is, hogy most ebben az évben ne legyen már egy tematikus meghatározás, hanem saját maguk által választott témakört próbálnak megoldani. Egy dolgot azonban én javasoltam és kértem is tőlük, hogy semmiképpen ne használják föl a interneten látható különböző figurációkat, beleértve a sárkányukat és egyéb más ugye, gépi berendezéseket, ezt ők nevezték így, hanem a saját maguk kedves világából, ötleteiből próbáljanak egy-egy szép kompozíciót megalkotni. Egy két órás program alatt kell a feladatokat elkészíteni, és hát utána lesz egy zsűrizés, egy közös zsűrizés, majd az értékelés következik. Ha egy sétát tehetünk, akkor nézzünk körül, hogy hogyan és miként fejlesztik a képeket. Most egy negyed órája, hogy dolgoznak a diákok, 11 óráig van a határidő, vagy legalábbis az időtartam meghatározva, és ezzel a két óra hossz alatt elkészíthető akár hármas egységnyi közös kompozíció is. Azt hiszem, hogy nézzünk szét, ez a legjobb példa. When we started, some would laugh, 'cause they thought we wouldn't last, but take a look, now none of them are around. And you're just the kind of girl that can wrap me in your world. I'm walking on the air, my feet off the ground. Lám itt az első állomásunkon már szépen elhaladtatok a kompozíció építéssel. Mi lesz a figurának a neve? Hát Spongyabob kockanadrág. Igen. És hát hogy képzeled a további fejlesztést? Majd itt megcsinálom a nadrágját, a lábát, igen? És akkor a háttér marad. Spongyabob. Igen. Ez egy kedves figura. Mit tetszik neked benne? Hát vicces, meg amúgy is szoktam nézni. Értem. Jó. Nézzük a következő. 55-ös rajtszámmal. Barátom, ez egy nagyon komoly férfi ember. Ki ez? Hát igazából nem tudtam, hogy kit rajzoljak, de arról a szoborról akartam. És ki ő az a szobor? Hogy hívják őt? Szegedi Kis István.
Györfi Sándor most Kossuth Díjas szobrászművész készítette, nem most, régebben, és hát örülök neki, hogy kedvet kaptál arra, hogy te is sajátos módon színes kétával megfogalmazd az ő portréját. Gratulálunk! A háttér az nem marad szürkének, ugye? Nem. Milyen színt gondoltál? Kéket vagy nagyszerű zöldet. Nagyszerű vagy. Kész. Nagyszerű. Köszönöm. Köszönöm. Menjünk tovább. Séta. Ahó, itt vannak a lányok. Nézzük, kedves lányok, mi lesz itt a téma? Mivel rendészet osztályra járunk, ezért be szeretném mutatni egy ilyen rablási szituációt. Kitűnő. Kitűnő. És kitűnő. Majd próbálkozni. Tehát a rendészettel is kapcsolatban hozható téma. Így nagyszerűek van. Vagytok. Gratulálok. Köszönjük. Azt szeretném javasolni, ha elfogadjátok, de nem akarok beleszólni, hogy ugye színes lesz. Igen, persze. Ah, kész. Köszönöm. Jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon komoly a téma. Miről szól a téma? A naprendszert fogjuk lerajzolni. Naprendszert. Nagyszerű. Igen, aktuális a téma, ugye? Kende, mi a véleményed arról neked is? Ne maradj itt, maradj, ne menj el. Igen. Mi a véleményed arról, hogy most ennek az aktualitása itt megjelenik képi formában? Hát az a véleményem róla, hogy nagyon szép az egész, és vannak még bolygók, amiket nem csináltunk még meg, de nem várat napagukra, és hamarosan elkészülnek azok is. Kitűnek vagyok. Tehát most, igen? De most az igen. Fogott elkészülni, igen. Az Dani csinálta, igen. Abban besegítettem egy kicsit, az Dorina csinálta ott egyedül azt a hatalmas nagy napot. Nagyszerű. Dorina, ezt is te csináltad ott? Azt is Dorina csinálta. Azt is, azt a kettőt. Meg azt a türkiszkéket ott csináltam. Szürke marad a háttér? Nem tudom, nem gondolkozunk izében. Jó. De hogyha közben jön valami, akkor igen. Majd jó. A hátteret szépen jó. Megcsináljuk. És a csiragok nem maradnak ki, az ott biztos. Mondjuk én dilettáns vagyok, negyedik osztályos, és én nem tanultam még a csillagokról. Honnan tudom meg, hogy melyik melyik? Hát majd odaírjuk a nevüket. Ah, nagyszerű. Köszönöm. Csak egy gond van, hogy nem tudjuk fejből az összes nevét. Tehát nem baj. Az alapbolygók megvannak, az a nap, igen. Föld, ott a igen. Hold egyébként, ott igen. Látszik. Igen. A Hold az milyen a Földnek? Hát egy mellékbolygója. Mellékbolygója, kitűnő. Jó, jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Yeah, no one can catch my eye, and so please don't even try, because you cannot be the one that I found. And now we're going on vacation, a special destination. Hát itt mi nagyon finom gulyáslevest szeretnénk főzni, majd szeretettel meghívunk benneteket egy tányér gulyáslevesre, hogyha jól sikerül, reméljük. Nagyon ügyes lányok vannak, összevágták a hagymát, kavargatják, húst feldarabolták, hát itt nagyon ügyes menyecskék vannak. Hogy készül? Hogy készül? Először zsíron megpirítjuk a hagymát, ami most van folyamatban, és aztán a húst fogjuk mindjárt rá pirítani, fel ne rúgjuk a bográcsunkat, és aztán pedig zöldségeket teszünk bele, felöntjük vízzel, paprika, fűszerek, minden, szóval nagyon finom lesz. És a végén a krumpli. Ja, és a galuska. Az elmaradhatatlan. Nem tudok olyat választani, mind nagyon ügyes, és a fiúk is. Ők szerelték össze a gázpalackot. Itt mindenki nagyon ügyes ebben az osztályban. 9 a legjobb! Paprikás krumplit fogunk készíteni. A lányok segítenek, nekem és Ádám. A lányok éppen krumplit pucoltak, és most Jennifer szeleteli a krumplit. Fanny a hagymát szeleteli, és Ádám a szalonnát. A többi alapanyaggal már készen vagyunk. Nem sok állá gyújtunk a tűznek, és elkezdünk főzni. Hajrá, 9-en! Mi a topogót úgy szoktuk főzni, hogy először a lebenc tésztát zsírban lepirítjuk. És ez azért fontos, mert amikor hozzátesszük a vizet, akkor a tészta nem szívja magába a nedvességet, és nem fog megdagadni. De majd a végén majd ki fog derülni. Így van, az én apukám. Hajrá, 11-dik át! Yeah.
hátam mögött szumózás folyik. Ez egy nagyon jó gőzkieresztő tevékenység, úgy látom, mert bemennek a gyerekek ebbe a karámba, és utána fölvesznek magukra egy ilyen hihetetlen vastag védőöltözetet, majd úgy gondolják, hogy megpróbálják a másikat a földre vinni és ráfeküdni, és miután ráfeküdtek, a többiek, akik körbeállják őket, háromig számolnak, és az egyik győz, és mindenki tök boldog és elégedett. Nagyon jó arra, hogy az energiájukat levezessék, és hát tényleg kiengedjék a gőzt, amit fölgyülemlett bennük az elmúlt időszakban. Nagyon, nagyon jó játék. És nagyon szimpatikus az, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezetten csinálják ezt. Mindig csak az a két ember van benne a karámban, aki játszik, aki éppen soron van, többiek pedig szurkolnak nekik oldalról, és nagyon nagy a hangulat itt a gyerekek között. Izgalmas csocsó mérkőzéseknek lehetnek a tanúi, a kedves diákok, és játszhatnak is izgalmasakat. Most a lányok éppen rúgják a labdát, amerre látják, és amerre állnak. De azért izgalmas lesz a mérkőzés mindjárt, mert a lányok beleadnak apait, anyait jobban, mint a fiúk. Szurkolás nem hallatszik egyelőre. Finomkodnak a lányok még egymással, de a mérkőzés vége felére ez megváltozik, úgyhogy továbbra is kövessenek minket figyelemmel, mert érdekes és szép akcióknak lehetnek a tanúi. Most éppen egy összerugásnak lehetünk a tanúi. Na, végre, ki az erősebb? Fokozódik a hangulat, a lábak ormagasságba emelkednek, ami nem feltétlenül tesz jót a játék sportszerűségének, de ez ebben a játékban benne van. Köszönjük szépen a figyelmet! Szuperül érzi! 15 perc alatt nem? Nem tudok beszélni, kapacsom. De majd kivágott az elején? Na, hajjal jól le? Nagyon jól érzem magamat, ez egy nagyon jó nap, és hajjá hetedik! Szóval itt a élő csocsó folyik jelenleg. Jelenleg pontosan a 5. osztály és a 6. osztály játszik egymással. Már mi is játszottunk, nekem már szétrugták a lábam, de igazából nagyon élvezetes program ezen a diáknapon. Ez itt a 7. áosztás tandja, amint látható fiúk, lányok közösen együttes erővel pucolják a krumplit, a hagymát, és minden egyebet, ami a világ legfinomabb... Mit csináltok? Paprikás krumpliához kell. Már a nyálunk is csorog, annyira érezzük itt a különböző standokról jövő illatokat, de mi nem sietjük el a dolgot, mert jó munkához idő kell. Így van, nem, Rita? Igen. Igen. Egyetért az egész osztály? Igen. Igen. Akkor hajrá 7-á rajta! Hajrá 7-á! Minden év április végén kerül rendezésre iskolánkban a diáknap. Ezt a diákok nagyon szokták szeretni, és úgy vettem észre, hogy a diáksereg kedvence az élő csocsó. Ennyi. Ez a név mit jelent? Hát, nem tudom, csak így jött. Ez ilyen szerencsenév.
tegnap karaokeiztam, ott zsűriztem is, és képviseltem az osztályomat. Mire készülsz jövő héten? A jövő héten ballagásra készülök. Utána egy nagyon fantasztikus buli lesz, úgy hívják, hogy érettségi. Úgyhogy már nagyon készülünk. Meg a szerenádra. Hajrá, Refi! Hajrá, Refi! Ne rólam!